Különleges kihívásra várja az érdeklődőket Kanizsai Árpád és csapata a Bajai Halfőző Fesztivál szombatján, amely során a résztvevők rövid időre nincs -vá válhatnak. A próbatétel mindenki számára elérhető lesz. Egy helyszíni regisztrációt követően a merészebbek meg is kezdhetik a saját próbájukat. A legkisebb korosztály, a 6 és 10 év közötti gyerekek is kipróbálhatják magukat nincsaként, azonban kizárólag szülői kísérettel mehetnek végig az akadályokon. Arról szól ez az egész, hogy népszerűsítsük még ezt a, ezt a sportot. E, mindenképpen szeretném, hogy az emberek így megismerjék, vagy tudják, hogy mi is ez az egész, meg hogy mi az, amit csinálunk itt Baján. E, ez még mindig egy viszonylag ritka, ritkaság számba menő dolog itt az országban. Úgyhogy mindenképp szeretném, hogy itt a déli régióban mi egy ilyen központ legyünk, és valamilyen szinten az is vagyunk. A programot a város és több helyi vállalkozó is támogatta. Ennek köszönhetően mindenki számára ingyenes a részvétel. Ők járultak ehhez hozzá, hogy ez így létrejöjjön a dolog. Ez egy nagy szabású dolog, tehát elég, elég nagy eszközökről beszélünk, tehát több méter magas és hosszú, szóval nem olyan. Könnyű, csak hogy felcsapom ott három perc alatt, nem tényleg komoly szervezést és logisztikát igényel ez az egész, hogy lebonyolódjon. A főszervező hozzátette: Versenyzői között sok tehetség van. Ők szintén július második szombatján mutatják meg a nagy közönségnek, hogyan mennek végig a pályán azok, akik rendszeresen végeznek hasonló mozgásformát. A BSV Gym baja csapata időközben újabb sikereket ért el versenyeken. Legutóbb Budapesten jártak egy ninja pálya tesztversenyen, ahonnan hegedűs Ákos és Szántó Zoltán is éremmel térhetett haza.